Az országos előrejelző csapdahálózatunkban folyamatosan fogjuk a diólegyet. Íme itt van a sárga lapon egy frissen beleragadt példány, jellegzetes csíkos mintás szárnyával. Azonban érdekes, hogy az idén mint a kisebb lenne a fertőzött szemek száma, mint a kevesebb fekete termés lenne a fákon. Azért itt van a kezdeti fertőzésnek a nyoma, itt már valószínűleg a diólégy lárvájának, a nyűnek a munkáját láthatjuk, pontosabban a rágása nyomán befertőződő baktériumos nyálkásodás, feketesedés első tüneteit pillanthatjuk meg. Azonban a termés belseje még szerencsére egészséges nagyon sok fán. Ez azért jó hír, mert a védekezés egyik alappillére lehet az, hogyha a lehullott szemeket minél előbb felszedjük, lebontjuk róluk a fertőzött héjat, és magát a szemet vagy a belet el tudjuk tárolni. Íme itt van a terméshéj, ez egy szép, egészséges, fehér belsejű terméshéj, de ha fertőzött lenne, akár a héj, akár a szem, azt ne hagyjuk a falat egyetlen percig sem, mert abból kimászhatnak még a nyüvek, és a talajba elbújva, bábozódva, jövő nyár elején a saját fánk alól kezdjük meg a fertőzést, a károsítást. Az Ömki 20. felhívásában részletesebben is írunk a diólégy elleni védekezésről. Jó kertészkedést, eredményes diótermesztést kívánok!